Már 10. éve rendezi meg a Europe Direct az Európai Filmhetet Nyíregyházán. Az esemény célja, hogy bepillanthassunk más nemzetek hétköznapjaiba is, így belga, francia, olasz, valamint egy magyar filmmel is találkozhatnak a nézők. A szervezők a műfaji sokszínűségre is odafigyeltek, ezért vígjáték, dráma és animációs kalandfilm is került a műsorba. Direkt és indirekt módon is próbáljuk megszólítani a lakosságot. Van egy éves tervünk, egy rendezvénytervünk. És hát a május-június az a hónap, amikor az Európai Filmhét zajlik Nyíregyházán, több mint 10 éve. És ennek is köszönhető, meg annak is, hogy jó filmeket igyekszünk ilyenkor beválogatni, hogy népszerűvé vált a lakosság körében, és már várják, már keresik, szinte tudják, hogy nagyjából május végén ez a program elindul. A filmek hétköznapi eseményeket és problémákat dolgoznak fel, viszont a különböző nemzetek kulturális különbségei miatt érdekesség a hazai nézők számára, hogy mennyiben élik máshogy az életüket az unió más tagállamaiban, tette hozzá Demeter Zsuzsa. A projektmenedzser azt is elmondta, az idei évben ismeretterjesztő kis videókkal is készültek a mozifilmek előtti percekre. Az idei évnek az az újdonsága, hogy a nagy filmek előtt vannak kisfilmek. Ezek a kisfilmek 4-5-6 perces alkotások egyébként, és az Európai Uniós jogainkról szólnak tulajdonképpen. Tehát van mondjuk egy olyan kisfilm, amely a vállalkozás indításhoz kapcsolódik, hogy vajon, ha valakinek van egy ötlete, akkor hogyan tudja ezt megvalósítani. Hát ehhez nyújt segítséget akár az Európai Uniós Ifjúsági Garancia Program például. Vagy van arról kisfilm, hogy mit is jelent az, amikor valóban szabadon járhatunk az országok között. Vagy arról is, hogy ugye itt a szélessávú internet kiterjesztése a vidéki területekre, ez az egyik célja most az Európai Uniónak, tehát miért van erre szükség, miért jó az, hogyha egy távolabbi helyről is, vagy helyen élő is tud tájékozódni a világ dolgairól. És akkor ezeket a kisfilmeket a nagyok előtt vetítjük le, tehát kvázi Európai Uniós ismereteket továbbítunk így is. A filmek egy előzetes regisztrációt követően ingyen megnézhetőek délutánonként 17:30-tól a Krúdi moziban.